Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható június hónapban? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri egy személyes jóslást, mint például mi vár rád június hónapban, a díjam az 4000 forint. Amit még megemlítenék, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy havi angyal, egy asztrológiai előrejelzés, és van előnye ennek, hiszen havonta van egy jóslás asztrológiával együtt, fele áron mindazoknak, akik a hírlapot megrendelik. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Mögötted van a lelki társad, te ez a férfi utalhat a férfiakra is. Megvan itt a bizalom, a közelség, hiszen ott van melletted, de jelenleg másfele tekintetek, ez eltart majd június közepéig. Utána változik a helyzet, biztos lehetsz a dolgodban, és ez a gyermek jelent egy új irányt, egy új kezdetet, és látható, hogy itt kisüt a nap, vagy ő megfordul, közeledik hozzád, és lesz egy találkozás. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt a virágcsokor, az jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, lehet egy kreatív tevékenység, vagy egy jó ajánlat, egy meglepetés, vagy egy ajándék is. Itt a feje fölött ez a horgony jelenti azt, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, ahol ő úgy érzi, hogy ott le tud horgonyozni. Ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Ez lehet egy kreatív tevékenység, vagy egy magán cég kiépítése, de lehet egy jó ajánlat is, és a lilium azt jelenti, hogy itt a munkahelyen majd tisztázódik valami. Ha te egy hölgy vagy, akkor a lilium ott van a fejed fölött, ezek jelentenek ilyen tiszta gondolatokat, de azt is, hogy szeretnél valamit tisztázni, rendezni a munkahelyen, de vele is. Itt a csillagképek, azok szerencsét hoznak, de jelenthetik a spirituális területeket is. Itt meg lesz majd a könnyűség fontos beszélgetések. Ez a medve jelenti az életerőt, de lehet egy személy is az apukád, vagy a főnököd, esetleg a főnöknőd. Itt vannak még nehézségek, problémák, korlátozások, és ez a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, vagy azt is, hogy mellékutakon el lehet kerülni ezt a hegyet, el lehet kerülni a problémákat, lesz megoldás, és utána így előre mennek az események. A hegy az a problémákat jelenti, egy vonalban van ezzel a koporsóval, aminek két jelentősége van, vagy azt jelenti, hogy lezárja a gondokat, a problémákat, vagy utalhat egy bírósági ügyre, egy örökösödési ügyre, ahol még itt problémák vannak. Ebben az esetben ez a medve jelentheti a bírót, vagy egy ügyvédet. Itt látható egy hír, vagy egy dokumentum. Itt anyagiakról is szó van, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat.
ez a kígyó, ez lehet egy gyógyító erő is. A múltban, a télen itt még voltak problémák, gondok, de most változnak az események, hiszen itt meg lesz a könnyűség, az élet erő, akkor a kígyó jelenti ezt a gyógyulást, és előre mennek az események. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy nőt. És ennek a nőnek van szava, ez lehet a főnök nő is, vagy azt is jelentheti, hogy nála, tehát ennél a hölgynél vannak itt még gondok, problémák. Esetleg azért, mert úgy érzi, hogy nem megy előre semmi, vagy az is lehet, hogy ez a kártya utal egy férfire, és ez nem a társa, hanem egy másik férfi, és emiatt vannak itt még az ő környezetében, tehát ennél a nőnél még problémák. Ami viszont kettőtöket illet, itt látható a szerelem és a hűség. A gyűrű az jelenti a kapcsolatot kettőtök között, de jelentheti azt is, hogy valaki visszatér hozzád. Ez lehet, ez a férfi, de lehet egy barátság is, hiszen a kutya az utal barátságokra, esetleg itt külföldi kapcsolatokra, hiszen ez a kártya jelenti az utazásokat, a külföldi kapcsolatokat, de jelenti a reményt is. A könyv az utal a tudásodra, vagy egy továbbképzésre, de mivel itt nyitott már ez a könyv, akkor azt is jelentheti, hogy ő nyitott érzelmekről beszélni. És a nehézségek lezárulnak, hiszen a koporsó az lezár bizonyos témákat, lezár bizonyos kapcsolatokat. Itt még június közepén megjelenik a felhő, az azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan, különösen ami ezt a férfit illeti. De ott van mellette a kulcs, és kezébe veszi ezt a kulcsot, magabiztos lesz, itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, és itt van egy új kezdet, a nap jelenti azt, hogy tisztázódik valami, vagy látni akar téged, és akkor találkozásról van szó. Itt június közepén és június végén megjelennek az egerek, és azt úgy szoktuk mondani, hogy felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos kártyát, vagy kártyákat. Az egerek eltávolítják a felhőt, mindazt, ami átláthatatlannak tűnt, és akkor itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit. Az egerek el tudják a parkot is távolítani, vagy egy részt ebből a parkból, ami jelenti a nyilvánosságot, különösen nála, hiszen ő van egy vonalban ezzel a kártyával, és úgy június végén úgy érzi, hogy nem kapja meg az elismerést, mások nem veszik őt észre, hiszen az egerek ebből a nyilvánosságból ellopnak valamit. Június végén lesznek itt fontos döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, tehát lesznek döntések, ugyanúgy, ahogy az utak ezt jelzik, és a gólya jelenti akkor már ezeket a változásokat. Itt a kaszan azt jelenti, hogy lesznek bizonyos események, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, és ezek az események hozzák a gyógyító erőt, és itt lesz a szerencse.
ahol óvatosnak kell lenni, az a ház. Ez jelenthet egy ingatlant, vagy egy ingatlan vásárlását, jelentheti az otthonodat, vagy a szomszédokat, jelentheti a családot is. És itt a ravasz róka óv téged, hiszen valaki itt a környezetedben figyelgeti az otthonodat, mi hogyan történik, sőt, itt a közelben megjelennek a halak, és azok utalnak az anyagiakra, valaki figyeli, hogy mi az anyagi helyzeted. A halak jelentik a belső értékeket is, és mivel itt van az ostor, itt a hamisság mellett, valaki közeledik az otthonodhoz. Az is lehet, hogy valaki a családból, vagy valaki meglátogat téged, és mivel az ostor itt van, meg fog téged bántani, vagy ilyen szándékokkal közeledik hozzád, hogy nem kapod meg az elismerést, úgy lekicsinyít, lenéz téged, vagy kihat az anyagiakra, hogy kíváncsi az anyagi helyzetre, vagy ki akar téged anyagilag használni. Tehát fontos, hogy légy óvatos, ami a házat illeti, és légy óvatos, ami az anyagiakat illeti, és valaki itt közeledik, meg akar bántani téged. De látható, hogy lesznek változások, egy új irány, ami kihat az érzelmeidre, és itt látható a szerencse. A hold az nem csak az érzelmeidet jelenti, hanem az anyukádat, vagy anyai témákat is. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét június hónapban itt látható. Szerencse a munkahelyen. Vannak szép tervek. Itt van egy kreatív tevékenység, egy spirituális terület, tisztázódik valami, lesznek fontos beszélgetések, itt van az életerő, a gyógyító erő, esetleg egy hölgy. Vannak ugyan még itt problémák, de hamarosan ez lezárul, mert a koporsó ezt lezárja, és előre mennek itt az események. Ez a kártya jelent mindent, ami mozog. Ez lehet sport, de lehet egy autó vásárlása is, vagy egy autó eladása. Második hét június hónapban itt látható. Megvan a közelség, a szerelem, a hűség, a kapcsolat, a remény, utazások. Itt ez a könyv jelenteti a tudást, a továbbképzést. Itt lesz egy fontos hír, vagy egy dokument, és ez a koporsó utalhat régi témákra, vagy egy örökösödési ügyre. Harmadik hét június hónapban itt látható. Itt van még a felhő, valami, ami átláthatatlan, különösen, ami ezt a férfit illeti, mert ő van egy vonalban ezzel a kártyával, de hamarosan ez elmúlik, itt van a kulcs, az ő magabiztonsága, ez a gyermek jelenteti a gyermekeket is, de utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre, itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, azt is jelenti, hogy ez a férfi látni akar téged. Itt van az otthon, a család, a környezeted, de itt a közelben megjelenik a hamisság és az ostor, ami azt jelenti, hogy ez a személy meg akar bántani téged. Ügyelj az anyagi dolgokra, ez a torony jelenthet még korlátozásokat, de utalhat egy hivatalos helyzetre, vagy egy bírósági ügyre is. Utolsó hét június hónapban itt látható. Az egerek eltávolítják a felhőt, tehát mindazt, ami átláthatatlan. Itt a nyilvánosságból is elrabolnak valamit, tehát az jelentheti azt, hogy légy visszahúzódó, vagy ő érzi azt, hogy mások eltekintenek felőle, lesznek fontos döntések,
és ez a kereszt jelent egy találkozást is, amikor a sors utatok kereszteződik. Itt láthatóvá tesz valamit, itt van a kapcsolat, a gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Olyan események lesznek, ami olyan hirtelen jön, amikor erre nem számítasz. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni, de jelenti a gyógyító erőt is. Itt van a szerencse, itt a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Itt lesznek változások, egy új irány, hiszen ez az álom megvalósulhat, és az a fontos, hogy legyen meg a hited, hogy bíz ebben az elképzelésben. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.